A mindennapi életben gyakran találkozhatunk olyan dolgokkal, amikről nem tudjuk megállapítani, hogy milyen célt szolgálnak. Előfordulhat az is, hogy úgy hisszük, tudjuk mire valók, ám később kiderül, hogy a funkciójuk teljesen más, mint ahogy azt gondoltuk. Ebben a videóban ilyen dolgokról lesz szó. Mielőtt belevágnánk, szeretnénk emlékeztetni titeket a nyereményjátékunkra, amelynek keretein belül három pólót sorsolunk ki. Videó a leírásban. Na kezdjük! Első. Bojt a téli sapka tetején. Sokan gondolhatjuk, hogy a bojt szerepe a téli sapkáink tetején mindössze annyi, hogy divatosnak nézzen ki. Eredetileg ezeknek a bojtoknak nagyon is fontos szerepe volt. Francia tengerészek viseltek ilyen sapkákat azért, hogy megelőzzék azt, hogy beüssék a fejüket az alacsony fedélzeti mennyezetekbe. Ez a bojt, ha úgy adódott, tompította az ütést, vagy jelzett a viselőjének, hogy vigyázzon. Második. Lyuk a nyalókapálcikákon. Valószínűleg sokan hallottatok már a híres csupa-csupsz nyalókáról. Nem csak a finom íze miatt találhattuk érdekesnek, hanem az a lyuk miatt is, ami a pálcika tetején helyezkedik el. Sokan úgy gondolhatták, hogy ez arra való, hogy a gyermekek fütyüljenek vele. Valójában teljesen más szerepe van. Ez a lyuk azért van ott, hogy meggátolja azt, hogy a nyalóka leváljon a pálcikáról. Így sokkal kisebb a valószínűsége, hogy egy gyermek véletlenül lenyeli azt. Harmadik. Billentyűzetek hátulsó lábai. A billentyűzetek hátsó lábairól azt gondolhatjuk, hogy arra valók, hogy ergonomikusabb pozícióban tudjunk gépelni. Viszont valójában ezek azért vannak, hogy a felhasználó könnyebben lássa a billentyűzetet. Bónusz tipp, igazából sokkal kényelmesebb és jobb a csuklóinknak, ha úgy gépelünk, hogy nem használjuk ezeket a lábacskákat. Negyedik. Érdekes alakzat a hátizsákokon. Manapság sok hátizsák rendelkezik ezzel a gyémánt formájú, malacorra hasonlító dologgal. Ahogy a bojt esetében is, ez sem divatnak számít, valódi funkcióval rendelkezik. Ha valami nem fért be a hátizsákunkba, például egy pár cipő, egy zseblámpa, egy jacky, vagy bármi más, akkor azt ehhez tudjuk csatolni. 5. Fejtámla az autókban. Mindannyian tudjuk, hogy mire való egy fejtámla, nélkülük az utazások sokkal kényelmetlenebbek lennének. Viszont olyan funkciói is vannak, amikről lehet, hogy nem tudtak. Egy szerencsétlen szituációban, ha be vagy szorulva a kocsitba, és valahogy ki kell jutnod, akkor a segítségedre lehet. Ilyenkor el kell távolítanunk a fejtámlát, és az ablaküveghez kell lékelni. Így az ablaküveget könnyedén ki tudjuk törni, és ki tudunk jutni a járműből. 6. Bemélyedés a borosüvegek alján. Ezek a bemélyedések segítenek, hogy a borosüvegek stabilan és egyensúlyban tudjanak állni. Továbbá azt is lehetővé teszik, hogy a borban lévő kis lerakódások a bemélyedés körül maradjanak, ezzel megakadályozva, hogy a bor kitöltésekor azok a poharunkba kerüljenek. 7. Fémlapocska az üdítős dobozokon. Ha szeretitek az ilyen üdítőket, akkor ez az információ a hasznotokra válhat. Ez a kis fémlapocska, amivel kinyitjuk az italt, egy érdekes funkcióval rendelkezik. Ha az ital kinyitása után megfordítjuk ezt a kis lapocskát, akkor egy szívószálat helyezhetünk bele, amely tökéletesen egyenesen fog állni. 8. Műanyag fedelek az italokon. Ha valaha ittatok már bármilyen italt ilyen műanyag fedelű pohárból, akkor bizonyára ti is észrevettétek már ezeket a kis gombocskákat. Ezek azért vannak, hogy meg tudjuk különböztetni az egyik italt a másiktól. Például, ha a barátoddal vásároltok két italt, egy kólát és egy teát, akkor ezeknek a gomboknak a lenyomásával tudjátok megjelölni, hogy melyik mit tartalmaz. 9. Lyuk a repülőgép ablakain. Első látásra ez ijesztőnek nézhet ki, de valójában komoly biztonsági funkciói vannak. A repülőgépek ablakai három réteg üvegből állnak. A belső, amelyhez hozzáérhetünk, a külső, amelynek a legerősebbnek kell lennie, és a középső, amelyen ez a kis lyuk helyezkedik el. Szerepe a légnyomás szabályozása. 10. Extra fűzőlyukak a cipőinken. Rengeteg edző és utcai cipőn találkozhatunk ezekkel az extra fűzőlyukakkal. Ezeknek a szerepe az, hogy amikor futunk, vagy valami komolyabb fizikai tevékenységet csinálunk, akkor ezek használatával stabilabbá tehetjük magunkat, jobb tartást biztosíthatunk a bokánknak. Titeket melyik lepett meg a legjobban? Írjátok meg kommentben, valamint azt is, hogy milyen videókat szeretnétek a jövőben látni. Ha tetszett, amit láttatok, akkor mindenképpen nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Mára ennyi volt, találkozunk legközelebb. Na sziasztok!